Mácsi Gábor vagyok, ennek a gyógyászati központnak a vezetője, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek. Mindig látjuk azt, hogy minden előadáson tíz ember állandó, azon kívül mindig újak is újak lennek. Nagyon örülünk ennek, hogy azért felhívjuk mindenkinek a figyelmét, és erre azért, ami a munkát beleteszik, és az Úr beleteszi a munkát, hogy egyre többen legyünk, és ha már mindenki eljönne, aki már egyszer volt, akkor már be se férjünk ide. De bízunk benne, és az a meglátásom, hogy ez a terem is kicsi lesz, és teltházal fog menni, mert azért én úgy gondolom, hogy olyan témákat hozunk ide, vagy hoz ide Imre barátunk, amit mindenkinek hallania kell. Úgyhogy örülök, hogy látlak benneteket, ennyi nagyszerű ember egy ilyen szép helyen, úgyhogy ez már csak jó este lehet. Úgyhogy köszöntelek benneteket szeretettel, köszöntöm azokat is, akikkel már találkoztunk korábban, vagy a korábbi előadásokban, vagy akikkel régebben találkoztunk. Isten áldjon meg benneteket. És én azt gondolom, hogy érdemes ilyen irányba befektetni, mert a dolgok belől dőlnek el. A mai ember az nagyon a külsőt fényezi, de a dolgok belől dőlnek el. És jó, hogyha a külső csomagolás is jó, de az, hogy belől mi van, és ezek az előadások a belső emberedet erősítik meg. A hitedet erősítik meg, és ezt építik. Úgyhogy ez, már bele is vágunk, hogy az idővel jól gazdálkodjunk. Úgyhogy ma a félelem kérdését fogjuk átnézni. Én, mint gyakorló pásztor, sok ezer emberrel szolgáltam már, meglepődök azon, meg látom, meg hát az én életemben is voltak ilyen küzdelmek, hogy a posztmodern ember életében mennyire meghatározó a különféle félelmekkel való küzdelem. Ez szinte a mindennapjainknak a része. Ennek sok fokozata van, de mindannyian találkozunk különféle félelmekkel, már egészen kicsi gyermekkorba kezdődik, amikor ez az érzés, vagy gyötrés, vagy különféle változatban megjelenik az ember életében, és utána ez valamikor egészen olyan erőssé tud válni, hogy elkezdi uralni az embernek a gondolkozását, az akaratát, a belső emberét, és egyre több a pánikbeteg, egyre több az olyan személy, akinek a félelemnek olyan hullámai törnek rá, hogy egészségileg is már ez problémát okoz. Tehát ennek megvannak a fokozatai. És szeretném egy kicsit bemutatni nektek azt, hogy bocsánat, én a tegezői formát szoktam használni, még itt nem mindenki volt még, úgyhogy engedtessék meg nekem, hogy itt legalábbis ezt a formát használom, egy kicsit közvetlenebb, természetesebb számomra. Utána visszatérünk a rendes kerékvágásba, de ezt is szeretném tisztelettel és szeretettel tenni. Hogyha ez nem probléma nektek, úgyhogy az előadás közben ezt szoktuk használni. A félelemnek egy kicsit szeretném megnézni, hogy mi ennek a gyökere, hogyan alakul ki, és legfőképpen hogyan tudunk védekezni ellene, hogyan tudunk megszabadulni belőle, és mi az, ami teljes mértékben ellensúlyozni tudja a félelmet. Mert ez egy stratégiai kérdés, hogyha megtaláljuk ennek az ellenpontját, akkor ettől teljesen szabadok tudunk lenni. És én úgy beszélek erről, hogy tapasztalatból is tudom ezt, átéltem, majd egy-két apró történetet el is mondok, hogy az én életemet a félelem egy-egy területen hogyan kötözte meg, és hogy Jézus Krisztus által hogyan szabadultam meg ettől, és azoktól a belső gátlásoktól, görcsöktől, gátaktól, ami mögött a félelem van, ami nem engedi, hogy az ember személyisége szabad legyen, hogy adja magát, akinek az Isten teremtett téged, hanem mindenféle elvárások, görcsök, mindenféle dolog. Tehát emögött mind a félelem van, úgyhogy mindjárt meg fogjuk ezt nézni. Tehát én úgy is nevezném, hogy a posztmodern ember népbetegsége ez a félelem. Ennek van egy édes testvére, egy iker testvére. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy mi ez. A félelemnek az iker testvére az aggodalmaskodás. Az aggodalmaskodás. Általában ez talán a hölgyeket erősebben meg tudja támadni. A félelem az nem válogat a nemekben sem.
de az aggodalmaskodás az, ami iker testvére a félelemnek, ugyanabból a tőből származik, és nagyon erős gyötrő tud lenni az emberi elmében, az emberi érzelmekben, a belső emberben. És természetesen a félelemnek van egy olyan válfaja, ami még normális és egészséges. Csak gondoljatok arra, hogy a félelem, például nem szaladunk ki az útra, mert félünk, hogy elüt egy autó. Legalábbis igyekszünk már a gyerekekbe is beépíteni ezt a fajta félelmet. Ez egy egészséges, ez egy védelmet jelent számunkra. Most nem az ilyen típusú félelemről beszélek, sőt van egy másik félelem, ami szintén jó és hasznos. Ezt a Biblia úgy nevezi, hogy Istenfélelem. Ez is egy egészséges dolog, ahol az Istenfélelem van, ott sokkal kevesebb bűncselekmény történik. Ahol nincs Istenfélelem, ott sokkal jobban az emberek utat engednek a gonoszságoknak. Tehát a félelemnek ezen megjelenési formái, ezek teljesen egészségesek, kívánatosak és jók, és áldásunkra vannak. Most nem erről fogok beszélni, hanem arról a részről, ami egy ördögi gyötrés. A félelem az nem csupán egy érzés, hanem ez egy ördögi szellem, egy ördögi gyötrő szellem, aki az embereket elkezdi gyötörni, hogyha kapunyítás történik, először az elmét kezdi el gyötörni, utána elkezdi gyötörni az érzelmi életünket, utána elkezdi az akaratunkat befolyásolni, és mire észrevesszük, már a félelem motiválja a cselekedeteinket, a döntéseinket, és a félelem motivált a döntésekből sosem születnek győzelmek, sosem születnek előmenetelek, abból nem jön siker, nem jön áldás, és sajnos egyre többen vannak, akiknek az életük ezekbe a gyötrelmekbe került, és azt is tudom, hogy ebből van szabadulás, van gyógyulás, van helyreállás, ki lehet ebből jönni, és Isten áldásában tudunk részesülni. Még talán egy-két mondatot arról, hogy a félelem már egészen a kisgyermekkorba kezdi, ez az ördögi gyötrő szellem kezdi megkörnyékezni a gyerekeket. Van, akit csak megérint, van, akit pedig egész erőteljesen megtámad, és gyötrelem alá viszi, akár a sötétségtől való félelem, akár a éjszakai félelmek, éjszakai felriadások különféle módon, vagy hogyha a családban lévő zavarok, ugye ez nagyon érzékeny az új generáció erre, amikor a férj-feleség között zavar keletkezik, akkor egy belső szorongás jön be az új generációba, és ez a szorongás ez megjelenik utána az óvodában, megjelenik az iskolában, megjelenik utána felnőtt korban, és ez a szorongás ez nagyon sok energiát köt le belülről, és sok olyan lopást, károkozást okoz az ember belsejében, és az a tapasztalatom, hogy egyre több az ilyen szorongó ember. Egyre több az ilyen szorongó ember, de mindig, mikor a problémáról beszélek, mindig beszélek arról, hogy van szabadulás ebből, van gyógyulás ebből, de nem jó benne lenni egy ilyen állandó stresszbe és szorongásban. Tehát viszont van, aki viszonylag szabad ettől, csak bizonyos területeknél jön ez elő, mondjuk a magasságtól való félelem, vagy nálam a víztől való félelem, vagy bizonyos helyzetekben jön ez elő, de akkor, mint hogyha egy görcs állna be az ember szervezetébe, testébe, lelkébe, szellemébe, és leblokkolja az embert, és szinte képtelen lesz ebben a lebénult állapotban cselekedni. Tehát a félelemnek többféle fajtája van, és talán az egyik legradikálisabb módja ez a pánikbetegség, amikor olyan rohamok jönnek az emberre, amit szinte nem tud kezelni, amit már fizikai tüneteket is produkál, de szeretném nektek mondani, hogy nagyon sok pánikbeteg fele szolgáltam már, és már nem pánikbetegek ma, hanem ebből lehet szabadulni, gyógyulni, és ebből az ördögi gyötrésből ki lehet jönni. Nézzük meg akkor, hogy hogyan alakult, hogyan került ez a félelem közel az emberhez, hogyha Isten jó, miért teremtett ilyet? Szeretném mondani, hogy Isten semmi rosszat nem teremtett ebbe a világba, minden jó és tökéletes ajándék a mennyből származik, a rossz dolgok, az emberi lázadás és az ördögi erők közreműködéseképpen jöttek be. Tehát Isten nem teremtett félelmet, és érdekes az első feljegyzés a Bibliában, a nagykönyvben, ami az ember használati útmutatása, az első feljegyzés a Bibliában legelején van, amikor az emberiség elindult, az emberiség története Ádám és Évánál kezdődik,
amikor Isten megteremtette az embert, és egy harmonikus kapcsolatban volt az ember a Teremtővel, harmonikus kapcsolatban a természettel, egymással harmonikus kapcsolatban volt, ott nem volt félelem. Akkor jött be a félelem, amikor a külső ördögi erők hatására a teremtett ember szembefordult, engedetlenné vált a Teremtőjével kapcsolatban, és ekkor olvassuk azt, hogy hirtelen az ember megváltozott, és az az Ádám és az az Éva, aki teljes biztonságban, békességben mozgott, harmonikus kapcsolatban volt a mennyei atyával, az ő Teremtőjével, ez az Ádám és ez az Éva elkezdett furcsán viselkedni, mégpedig úgy olvassuk, hogy mikor Isten kereste az embert, hogy hol vagy, az ember így felelt, meghallottam a hangodat a kertben, és megijedtem. És elkezdtem félni. Azelőtt soha nem félt. Azelőtt, mint a gyerek és a apa és a fiú között egy jó áldott kapcsolat volt, de abban a pillanatban, ahogy Ádám és Éva lázadóvá, engedetlenné vált, megnyitotta a kaput az ördögi félelemnek, és innentől kezdve ez a félelem végig kíséri az emberiség történetét, generációkat megmétejez, már egész kisgyermekeket meg tud rontani, és a felnőttek életét meg tudja lopni. Itt kezdődött a félelemnek a bejövetele az emberiség életében. És itt, ahogy olvasunk tovább ezt az alaptörténetet, azt mondja, meghallottam a hangodat a kertben, korábban, amikor meghallotta a Teremtőjének a hangját, örült. Az egy biztonságot jelentett. Békességet jelentett. Az olyan, mint mikor még most is néha előfordul, már viszonylag nagyok a gyerekeim, 4 gyermekem van, a legkisebb 12 éves, de azért még most is előfordul, mikor jön az apja haza, akkor szalad oda és megölel. Meghallja az apja hangját, vagy már az autó hangját, akkor jön és megölel. Mert amikor egy rendezett, szeretett kapcsolat van, ez a normális. De itt már nem tudott tovább működni ez a kapcsolat. A lázadás és a bűn miatt, és megijedt, és bejött a félelem, és utána azt mondja, ezért rejtőztem el. A félelem az egy magába fordulást hoz létre az embernél, nem tud a teljes szabadságában mozogni, abban, akinek az Isten teremtett bennünket. Hanem a félelem az bezárkózottá tesz bennünket, magunkba fordulóvá tesz bennünket, és nagyon sokszor korlátok között az életünket. És ezek a korlátok néha nagyon erős korlátok tudnak lenni, majd mesélek egy-két gyakorlati dolgot is ezzel kapcsolatban. Tehát a félelem az az Isten elleni lázadásnak a gyümölcseképpen jött be. Ez ugyanúgy van a gyerek-szülők kapcsolatában is. Jó néhányszor, amikor mentem haza, előfordult, hogy a gyerekek féltek attól, hogy a szülők hazajöttek. Mit gondoltak, miért? Hát mert valami balhés dolog történt otthon. Valamit összetörtek, valamit nem úgy csináltak, ahogy megbeszéltük, és ilyenkor nem szívesen várták haza a szülőt, mert nem volt rendezett a kapcsolat. De amikor rendezett volt a kapcsolat, akkor pedig nincs helye a félelemnek. És mivel ez bejött ez a félelem, Isten nagyon bántotta ezt, mint ahogy a szülő sem örül annak, mikor a gyerek és a közötte egy ilyen zavart kapcsolódás, kapcsolat alakul ki, és bejött ez a zavar, és az atya egy tökéletes megoldást adott erre a kérdésre, majd ezzel fogom befejezni. Ez a tökéletes megoldás, ez nem más volt, mint az ő fia, az Úr Jézus Krisztus, aki a kereszten meghalt, és fölvitte az összes félelmet, az összes betegséget, az összes bűnt, amit elkövettünk a keresztpára, azért, hogy miután ez az áldozat megtörténik, az atya elfogadja ezt, és hogyha valaki hisz Jézusban, bennünket föl szabadítson minden félelem és ilyen irányú ördögi teher alól. A Zsidókhoz írt levél 2. rész 15. versében ezt olvassuk. Jézus azért jött, hogy megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Jézus Krisztus azért jött, hogy megszabadítsa. A félelemből semmi más, senki más nem tud megszabadítani. Csak az Úr Jézus Krisztus. Tompítani lehet, begyógyszerezni lehet, elfojtani lehet, ellenállni lehet, de megszabadítani senki más nem tud, csak aki legyőzte a félelemnek a szellemét a kereszten, ez pedig nem más, mint az Úr Jézus Krisztus.
és azt mondja, meg tudja szabadítani, akik haláltól való félelem. Tehát sokféle típusú félelem van, sötétségtől, magasságtól, víztől, haláltól, emberektől való félelem, mit tudom én, milyen félelem van még, sokféle típusú félelem van, vagy az aggodalmaskodás, kit milyen módon környékez meg ez a dolog. De Jézus az, aki megszabadítja az ember, az egész életükben rabok voltak, így olvastuk. A félelem befolyásának megvannak a szintjei. A legenyhébb szintje, amikor időnként megtámadja az ember, a legmagasabb szintje, amikor rabságba viszi az embert, hogy az ember már nem szabad, hanem kötelező jelleggel uralkodnak rajta ezek a démoni szellemek, és a félelemből beszél, félelemből hoz döntéseket, félelemből cselekszik, félelembe fekszik, és félelembe kel fel. Na ez a rabság egy borzasztó dolog, sajnos egyre több ilyen ember van, aki ilyen típusú rabságra kerül, épp valaki imádkozta nem olyan régen, nagyon szerette a horrorfilmeket, és egyszer volt egy olyan ördögi élménye, ahogy nézte a horrorfilmet, ugye abban nagyon sok olyan dolog történik, aminek az a célja, hogy megborzongassa az embert, és egy démoni szellem megtámadta őt egy ilyen filmnézés közben, és egy olyan erős félelem jött rá, hogy gyakorlatilag évekig ennek a rabságában volt benne, mindaddig, amíg meg nem tért, és Jézus Krisztusban nem kezdett el hinni, és megszabadította ebből a félelemből. Tehát ez egy szellemi erő, ez egy valóságos dolog, és a rabság a végső stádium, az időnként megérintés az a kezdeti stádium, és ebben megvannak a fokozatok, de általában a félelem erős korlátokat tud tenni az ember köré, és ezek az erős korlátok beszűkítik a területet. Ugyanis Istennek mindig az akarata az, hogy az ember tágas téren mozogjon. A Biblia sokat beszél erről, hogy mikor Isten megáldja az embert, az tágas téren helyezi az ember. Az ördögi akarat pedig, hogy minél inkább beszűkítse a környezetet az életünkbe, és az én életemben is volt, mielőtt tovább még talán ezt elmesélem, ezt a történetet, én a Alföldi Budapesten egy 25 éve lakok, valahogy úgy, hogy feleségem nincs itt, tudnám pontosan, de én Alföldről származom, a Körösök vidékéről, és ott meg úgy nőttünk fel gyerekek, hogy fiúk, hogy már természetes, mi automatikusan tudunk úszni, ez nem kérdés. Tehát neki nem kell járni, nem kell megtanulni, csak bele kell ugrani és megy. Na hát én is így gondoltam, hogy ott volt a folyó, automatikusan beleugrunk és megy. Csak hát nem ment. Nem ment, és elkezdtem úszkálni, valami olyan mozdulatokat csinálni, és eljutottam a folyó közepéig, de onnantól kezdve szinte besokkoltam. És majdnem belefulladtam a folyóba. És alig éltem túl, vagy valahogy kikecmeredtem a folyó túloldalán, de közben belül azt hittem meghalok. És egy olyan sokkot kaptam ebbe az élményben, hogy onnantól kezdve belém költözött a félelem. De csak egy területen. A víztől való félelem. Tök normális ember voltam, senki nem látta rajtam, de amikor a vízről volt szó, ugye még egész fiatalon történt ez, mikor mentünk az iskolával a strandra, hát ez a víz túl klóros. És nem mentem bele a vízbe. De nem azért, mert klóros volt, mert bennem volt már egy gát. Amikor folyó, tó, vagy ilyesmi fülöttek, vagy stb. Hát ez túl koszos, ez algás, ez ilyen, olyan, de igazából ez csak smink volt. Egy erős gát volt bennem, a félelemnek ez a gátja. És nem tudtam megtanulni úszni. Egészen 20-21 éves koromig, ez végig kísérte az életemet, 12 évestől mondjuk 20-21 évesek, 8-10 évig. És ott volt bennem ez az erős korlát, és csak a kádba mertem vízbe menni, ezentúl semmi mélyebb vizekbe nem mertem menni, mert ott volt bennem a félelemnek ez a korlátja. Amikor én megtértem 17 évesen, és volt egy fantasztikus találkozásom Jézus Krisztussal, és megváltoztatta az életemet, és nem archeológus, hanem Isten embere lettem, és ez egy legjobb döntés volt az életemben, akkor döbbentem rá, hogy ez a korlát ott van. És mikor tanított engem az ige, meg másoktól is hallottam ilyen tanításokat, és éreztem, hogy nekem itt ezt a korlátot valahogy el kell távolítani, mert nem tudom élvezni a fürdést, a strandolást, az úszásnak az élményét, még a búvárkodásról ne is beszéljünk, és ekkor eldöntöttem,
elhittem, amit a Biblia mond, hogy Jézus Krisztus a szabadító, és elkezdtem imádkozni és megtörni az Úr Jézus nevében a félelemnek ezt a gátját. És tudatosan belementem a medencébe, és elkezdtem elűzni a félelemnek ezt a szellemét, és elkezdtem mozogni a vízbe. És gyakorlatilag egy 10 perc telt el, teljes biztonságot kaptam a vízbe, és ma már képzeljétek el, szinte a világ tengereinek a 80%-ában már úsztam. És mennyi mindenből kimaradtam volna, meg nagyon szeretek búvárkodni, mennyi mindenből kimaradtam volna, hogyha ez a korlátot megtűröm az életemben. És amúgy tök normális ember, csak egy területen van egy korlát. És a félelem különféle korlátokat tud tenni, és van, akinek az élete már teljesen be van korlátozva, és nem úgy éli az életét, hogy tágas téren, ahogy az Isten megteremtett bennünket, hanem szűk, be van szorítva egy szűk korlátok közé, ami a félelemnek a korláta. És itt tapasztaltam meg először, hogy Jézus Krisztus valóságos szabadító. És van már olyan biztonságom, olyan békességem van a vízben. Úgy szeretek elnyúlni és lebegni, és egy szemüveggel nézni a lenti világot, hogy teljes szabadságban élem meg a vízzel való kapcsolatomat. Ugyanis van a víznek a világnapja, jól tudom, ugye? Mert Jézus Krisztus a szabadító is. És itt olvassuk, a János 20-ban van egy jelenet, amikor Jézus Krisztus meghalt, és föltámadt, és a tanítványok nagyon féltek. Mert azt gondolták, mivel ő Jézus tanítványa volt, most akkor ők velük is ez következik, és ezt a jelenetet olvassuk. Bár a zsidóktól való félelem miatt összegyűltek a tanítványok, az ajtók zárva voltak. Figyeled, a félelem az mit csinál? Visszahúzódást hoz létre, és bezár az ember. Itt egy fizikai ajtót, de a félelem ez azt jelenti, hogy bezársz a kapcsolatokban is. Nem nyitod meg magadat, mert félelem jön létre. És itt is az ajtók be voltak zárva, de akkor jött el Jézus, és megállt középen. Na, a félelem addig úr, amíg Jézus megjön. A félelem addig úr, amíg egy nagyobb úr jön meg. Az Istennek ama szentje, a megváltó, aki legyőzte a félelmet, és megjött Jézus, és így szólt hozzájuk, békesség néktek. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat, erre Jézus ismét azt mondta nekik, békesség néktek. Amikor Jézus kimondott valamit, az azt jelentette, hogy annak az atmoszférája ott megjelent. És tudod, a félelemnek az igazi gyógyszere többek között, hogy az Istennek a békessége megjelenik. Ez egy fantasztikus dolog. Amikor az Istennek a békessége, amiről a Biblia úgy ír, hogy minden értelmet felülhaladó békesség. Tehát ez nem egy külső forrásból jövő békesség, hanem ez egy mennyei forrásból jövő békesség, amikor az Istennek a békessége betölti az embert, ott abban a pillanatban félelemnek semmi helye. És a tanítványok abban a pillanatban megnyugodtak. Eltűnt a félelemnek az a szinte kézzel fogható atmoszférája, az a sötét, ördögi, gyötrő atmoszférája, és abban a pillanatban békesség lett azon a helyen. Na ez az, ami történik. Erre van neked is szükséged, meg minden embernek, hogy az Isten békességét tud befogadni. Hogy megismerd az Úr Jézus Krisztus, hogyha ő megjelenik a te házadba, bejön a te életedbe, az ő békessége lekezeli a félelemnek minden gyökerét. És ez egy nagyon valóságos dolog. Sokszor tapasztaltam, amikor szolgáltam emberek felé, meg elsősorban a saját életemben is tapasztaltam ezt, amikor az Istennek a minden értelmet felülhaladó békessége. Ez egy fantasztikus dolog. Emlékszem tragédiákra, krízis helyzetekre, gyászos halálesetekre. Amikor imádkoztunk emberekért, és kértük, hogy az Isten minden értelmet felülhaladó békessége jöjjön, és lecsendesedett a vihar. És egy olyan belső békesség, amire azt mondom, nem tudom honnan jön. Én tudom, a mennyből jön. A mennyei forrásból jön. Ezt nem tudja megadni más. Ezt a békességet senki nem tudja megadni ebben a világban. Ha jól megy a dolgod, az nem azt jelenti, hogy belül békességed van. Erre jó példák Gábor és Anett is tudna beszélni. Az nem azt jelenti, hogy belső békességed van. A belső békességnek a forrása Jézus Krisztus. Őt kell behívni. Akkor lesz meg a forrás. Ez a békességnek a forrása az életünkben. És milyen érdekes, ahogy az Isten békessége megjelent ott, egyből megnyíltak az ajtók. Egyből olyan bátrabb lettek.
Jött a pünkösnek a napja, Péter előállt a 12-vel, már a félelemnek a nyoma se volt. Sőt, azt olvastuk, hogy bátran, a Szent Szellem mindig bátorrá teszi az embert, hogy bátran hirdették és képviselték az Isten királyságát. Tehát a félelem eltűnik az Úr Jézus Krisztus jelenlétében. Tehát van szabadulás, van győzelem a félelemmel kapcsolatban. Az 1 János 4.18-ban van egy másik bibliai idézet, ami nekem nagyon tetszik. Azt mondja, hogy ez így szól. A szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes élet szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, az nem lett teljessé, tökéletessé az Isten szeretetében. Tehát figyelitek? Ez egy különleges biblia vers. Először is megállapítja, hogy a félelem gyötrelemmel jár. Ez a gyötrés, ez egy érzelmi, idegi gyötrés. Tehát ez egy olyan erőssé tud lenni, hogy van, aki kórházba kerül ettől a gyötréstől, idegkiborulást kap, meg mindenféle nyugtató injekciókat kell adni, mert olyan erős, idegi gyötrés alá kerül az ember. Mert a félelem azt mondja, hogy gyötrelemmel jár, de itt van leírva a megoldás. Azt mondja, hogy az Istennek a szeretetében nincsen félelem. Tehát amikor megjelenik valahol az Isten szeretete, ott a félelem teljesen kiszorul. Sőt, úgy olvassuk, sőt a teljessé lett szeretet kiűzi a félelmet. Tehát mi az ellenszere a félelemnek? Hogy az Isten szeretetét kell befogadnunk, és amikor ez a szeretet betölti az életünket, az Isten szeretet az agapé szeretet. A görög ezt így mondja, ez azt jelenti, hogy feltétel nélküli szeretet. Képzeld el, Isten téged feltétel nélkül szeret. Nem úgy, ha ezt megcsinálod, azt megcsinálod, így viselkedsz, úgy viselkedsz. Nem. Feltétel nélkül szeret. Egyszerűen azért, mert ő teremtett téged. Mert tőle vagy. Belőle vagy. Ha hiszed, ha nem, akkor is így van. Ő lehet beléd életet. És ez a feltétel nélkül szeretet, hogyha ez újból visszajön az életed, és betölt téged az Isten szeretete, az automatikusan kiűzi a félelmet. Tudjátok, ez olyan, mint a sötét meg a világosság. Mikor bejövünk ide, nincs fel a kapcsolva semmi, tök sötétség van. De nem kezdjük el csapkodni meg kiűzni, hanem mit csinálunk? Fölkapcsoljuk a villanyt, és ahogy a villany fölkapcsolódik, természetes módon eltűnik a sötétség. Na ugyanígy van. Ahol az Isten szeretete megjelenik, ott eltűnik a félelem. Ott abban a pillanatban kiűzi, mint ahogy a lámpák kiűzik a sötétséget egy másodperc alatt, ugyanígy az Istennek a megjelenő szeretete is, mikor teljessé válik az ember lelkében, szívében, belső emberében az Isten szeretete, az abban a pillanatban kiűzi a félelmet. És ez egy valóságos dolog. Figyeljetek, én nem lennék lelkész, ha ez nem működne. Ha ez csak elmélet lenne, én már még más csinálnék, valami sokkal izgalmasabbat. De a legizgalmasabb az, hogy ez így is működik. Ez így is működik. Így tapasztaltam, így látom a családomnál, így tapasztalom az embereknél, akifele szolgálok, meg mások is, akik hirdetik az Isten országának ezt az evangéliumát, így működik. És ezért vagyok lelkész. Ez csak egy titos, csak nektek árultam el. Mert Isten királysága a működő királyság. Tehát a teljessé vált szeretet kiűzi a félelmet. És aki pedig fél, azt mondja a Biblia, ott még nem tudod kiteljesedni az Isten szeretetre. Tehát mi a megoldás? Fogadd be az Isten szeretetét. Fogadd be a Krisztus minden értelmet hozó béke, minden értelmet, hogy is van szó szerint? Minden értelmet meghaladó békességet, olyan szépen fogalmaz a Biblia, de azért egy kicsit a hétköznapi nyelvünktől egy kicsit kacifántosabban, de nagyon tartalmasan fogja ezt meg. És hogyha befogadod az ő békességet, az ő szeretetét, az kiűzi, az lezárja. Hogy milyen valóságos. Volt egy fiatalember, most vasárnap. Jól emlékszem, kicsit már összefolynak a napok. Most vasárnap történt, igen. Egy vízkeresség volt, bemerítkezés volt. És volt egy fiatalember, aki egy vegyészmérnök, egy jó képességű, jó talentumú fiatalember, bekábítószerezett, és a kábítószer megnyitotta számára a félelemnek a kapuját. Ugye a kábítószer, az okkultizmus, az mind megnyitja a kaput az ember személyiségében, az ördögi, démoni erők előtt. És ez a fiúnak is megnyílt, pedig csak egy párszor szívott el valami, mit tudom én mit,
és megnyitott a kaput, és abban a pillanatban olyan félelmei lettek, mint még soha. És pánikbeteg lett, olyan erős félelmei lettek, egy 26 éves fiút képzeljétek el, aki úgy tudott elolni, hogy föl van kapcsolva a lámpa, és visszament az anyukájához, és az anyukájától eltörött. Mert olyan erős gyötrő félelem jött le. De, amikor megtért, behívta Jézus Krisztust, abban a pillanatban, mintha elvágták volna ezt, az Isten szeretete betöltötte őt. És abban a pillanatban a félelemnek a gyökere el volt vágva. Ma öröm ránézni erre a fiúra. Mindig, mikor találkozom, egyszer csak átölelni tudom, mert úgy örülök neki, hogy látom, hogy szabad ettől. Mert Jézus Krisztusról az van megírva, akit megszabadít, az valóságosan szabaddá válik. És ez az Isten szeretete az, ami kiűzi, ugyanúgy, mint a fény kiűzi a sötétséget, kiűzi a félelmet az emberből. És abban a pillanatban helyreáll az a belső biztonság, ami csak egy módon állítható helyre. Az embernek akkor volt mindig belső biztonság, a békessége, amíg az Atyával összhangban működött, a Teremtőjével összhangban működött. És amikor összhangba kerülsz újból az Atyával, Jézus Krisztus által, akkor helyreáll benned az a belső biztonság. Tudjátok, olyan jó ebbe élni. Amikor már nem félsz a jövőtől, nem félsz a holnaptól, nem félsz az emberektől, nem érdekel ki mit mond, egyszerűen szabad vagy tőle. Szabad vagy az anyagi helyzettől, szabad vagy ettől, szabad vagy attól, mert egy belső biztonságod van. Mert az Isten jelenléte veled van. Emlékszem, amikor az egyik fiam kicsi volt, nagyon belevaló srác volt, ugye hát az alma nem esik messze a pályától, és mikor mentem vele sétálni, még csak 2-3 éves volt, és elég sok kutya van a kertesövezetben lakunk, és elég sok kutya van ott a kertes házakban, és én nekem sikerült ellenállnom ennek a nyomásnak, a 4 gyerek részét, úgyhogy nálunk nincs kutya, de nagyon szeretek volna ők is, de én jobban szeretem a gondozott kertet, és a lényeg az, hogy mentünk, sétáltunk, és elkezdett incselkedni a kislegény a kerítésen belül lévő kutyával. Még az berágott, és elkezdett ráugrani a kerítésre, ugatott minden. Hát abban a pillanatban szegénykém összedőlt, sírva rohadt oda az apjához. Abban a pillanatban elkezdett félni. De érdekes, mikor odajött az apjához, abban a pillanatban történt valami. Mi? Menjünk oda. Biztonsága volt az apja mellett. És mire észreveszem, kicsit megsimogattam, mondom, hogy fiam, ne menj olyan közel hozzá. Mire észrevettem, már fogta a kezem, de megint kezdett incselkedni, de már fogta a kezem. Mert biztonságban volt az apja mellett. Na most tudjátok, ez a kép ugyanezt mutatja az Isten és az ember kapcsolatára. Amikor neked közösséged van a mennyei atyával, te biztonság. Te összhangban vagy. Fogja a kezed. A biztonságban vagy. Ez egy olyan láthatatlan kapcsolódás, kapcsolat, ami nagyon valóságos. És az ember biztonságban van. Mert az életem, a jövőm, a kihívásaim, minden az ő kezében van. És tudom, hogy egy olyan apukám van, egy olyan mennyei atyám, aki ennek a világ mindenségnek az ura, akinek semmi sem lehetetlen, és teljes biztonságban van az ember. Tehát a félelemre az igazi megoldás, hogy visszamenj újból abba a kapcsolatba, amire teremtettél, hogy összhangba legyél a te mennyei atyáddal. Az Úr Jézus Krisztus által. Még egy-két gondolatot a félelemmel kapcsolatban. Jézus Krisztus, mikor tanít, gyakran használ egy nagyon erős mondatot, ami csak néhány szóból áll. Nagyon szeretem Jézusnak azokat a rövid, de nagyon fajsúlyos mondatait, és ez is egy ilyen mondat, csak iszok az egészségetekre a vízvilágnapján. Hála Istennek, hogy sok vízünk van, és jó minőségű vízünk van. Ez a mondat így szól, Gábor már idézte az elején, ne félj, csak higgy. Ne félj, csak higgy. Ez a mondat rendkívül sokat elárul. Két útról beszél,
Az egyik a hitnek az útja, a másik a félelemnek az útja. Mind a két útnak megvan a sajátossága. A hitnek az útja az Úr Jézus Krisztushoz köt, a félelem útja démoni erőkhöz köt. A hitnek az útján a hit beszédeit szólod, a félelem útján a félelem az aggodalmaskodás beszédeit szólja az ember. A hitnek az útján szabadság és biztonság van, a félelem útján gyötrelem van, nincs alvás sokszor, nincs érzelmi idegi nyugalom. A hitnek az útja a győzelemnek az útja, a félelemnek az útja a bukás és a kudarcnak az útja, és a bekorlátozásnak az útja. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy ne félj, csak higgy, ezzel azt tanácsolja, hogy mondjál nemet a félelemnek az útján. Mondjál nemet a félelemnek. Ne járj a félelemnek, az aggodalmaskodásnak az útján, hanem a hit útján járj. A félelem és a hit az olyan, mint a két ellenpólus. Vagy hiszel, és kiszorítja a félelmet, vagy félsz, és nincs helye a hitnek benned. Tehát el kell döntened, hogy melyik úton indulsz el. A hitnek az útján, vagy a félelem útján. Ha az Isten beszéde által megtöltöd magad élő hittel, ott nincs helye a félelemnek. Hogyha nem töltöd meg magad élő hittel, akkor óhatatlanul gyomok nőnek fel az ember életében, mint mikor ha nem vetjük tele a földet hasznos füvekkel, vagy egyéb növényekkel, ott nem kell csinálni semmit. Ott a gyomok meg fognak jelenni 2-3 hétenből, pláne egy jó esős időszak után. Ugyanígy van a benső emberünk is. Ha nem töltjük meg a bensőnket élő hittel, ami az Isten beszédéből tud létrejönni, akkor a félelemnek a magjai elkezdenek fölnövekedni, az aggodalmaskodásnak a gyötrelmei, és az életünket egy egészen más életminőségben éljük le. És Jézus mikor azt mondja, hogy ne félj csak így, azt mondja, hogy állj ellene a félelemnek, ne járj a félelemnek az útján, hanem indulj a hitnek az útján. Nézzük meg, hogy mi ennek a két útnak a jellegzetessége. A hit, azt mondja a Biblia, hogy az Isten ajándéka. Az egy ajándék, amit kapsz. Ha nincs hitet, kérjed, és fogod kapni. Az egyik oldalról, tehát a hit Isten ajándéka, a másik oldalról pedig a hit az hallásból van. Az Isten beszédéből jön elő. Tehát, ha nincs hited, hallgatnod kell, olvasnod kell az Isten beszédét, a Bibliát, tanítás hallgatva, és egyszer elkezd benned felnövekedni a hit. És meg lesz töltve a te bensőd a hitnek a dolgaival. És a hited által fogsz beszélni, hited által fogsz cselekedni, a döntéseidet hitből hozod, és már észre se veszed, de már a hitnek az útján jársz. Értitek? Ez a hit útja. De ott táplálni kell a hitet. Mert a hit az nem olyan, hogy megtöltjük, és az még 5 év múlva is az lesz, hanem azt újból és újból táplálni kell, mint ahogy a testedet is táplálni kell naponta, ahhoz, hogy működőképes legyen, reggelizni, ebédelni, vacsorázni, közben inni, folyamatosan táplálni. A hit is ilyen, hogy folyamatosan táplálni kell. Na de ez a hit útja. És a hit útján meg kell tanulni mindig a hit beszédeit szólni. És ez a hit útja, az tetszik az Istennek. A hit útjába bekapcsolódik az Atya, bekapcsolódik a Szent Szellem, és együtt működik veled. Akik a hit útján járnak, ott a menny aktívá válik, mert a hit mindig azt szabadítja föl az Istennek a munkáját az ember életében. Jézus, mikor itt volt a Földön, mindig egy dolgot keresett. Nézte az embereket, és mit nézett velük? Milyen szép a szemük? Nem. Kereste a hitnek a reakcióit. És mikor jött a tömegbe, jött egy asszony, aki átfurakodott minden, mert menstruációs problémái voltak, és nem állt el a vérzése, akkor látta, hogy ennek az asszonynak hite van, és a pillanatban elkezdett cselekedni. Tehát az Isten mindig a hit aktiválja. És a hit az téged boldoggá tesz. A hit az biztonságos, a belső biztonságot hozza. A hit az Isten békességét szabadítja föl. Tehát én javaslom, hogy járj a hit útján. Járj a hit útján. Kerülj közösségbe az Atyával, Jézus Krisztus által. A félelem útja az más. A félelem útján nem kell megtöltened magad hittel. Minél kevesebb hit van benned, annál jobb terepe van a félelemnek.
annál több helye van. Ugye minél kevesebb tűmagot vetünk, annál több gyomnövény tud kinőni közötte. Én már megjártam ezt, úgyhogy tanultam ebből. Voltak spórolós időszakaim, mikor úgy voltam vele, jó, de egy zacskó is. Jó volt egy zacskó, és olyan szép foltos lett. De tudod, ahol nem nőtt ki, ott meg pillanatok alatt ott jött a gyom. Utána rájöttem, hogy ebben nem szabad spórolni. Utána nem kettőt, hanem hármat vetettem, és olyan sűrű lett, hogy oda már a gyomnövény nem tudott fölnőni. Na ugyanígy van, ha megtöltjük magunkat a hittel, az Isten igényének élő beszédével, az a hit embereivé tesz bennünket. És figyeljetek, én a hit embere vagyok. És te is a hit embere lehetsz. És a hit embereinél nincs hely a félelemnek. Mert a világosság van, ott nincs hely a sötétségnek. Így van? Ott nincs hely, ott automatikusan kiűzik. Na a félelem útja az miből áll? A félelem útja az abból áll, hogy az ember bekerül bizonyos szellemi befolyások alá. A félelem úgy ördögi gyötrő befolyások alá. A félelem útja az abból áll, hogy az élet kihívásai, amely mindegyikünket érnek, néha egészségügyi kihívások, néha anyagi, néha kapcsolati, néha összeveszünk, néha ilyen munkahelyi kihívások. Ugye mindenkinek, jó Gabinak is, de mindenkinek van kihívása. Lehet, hogy nekinek több, mint az átlag. Tehát mindenkinek van kihívása. A félelem útján ezeket a kihívásokat nem jó reagáljuk le. A félelemmel kezdjük reagálni. És elkezd bejönni és állandósulni a félelem, mert a beszédünk mindig a félelem beszéde lesz. Hogy lesz? Mint lesz? Aggodalmaskodás beszédei, a félelemnek a beszédei, és minél inkább megszokjuk a félelem beszédeit, annál inkább beleragadunk a félelemnek az útjába. És az a helyzet, hogy a félelem az a negatív szellemvilághoz köt bennünket. A démoni erő gyötrelme fog megjelenni az ember életében. És ez egy nagyon valóságos dolog. És sajnos a mai társadalomban az emberek jelentős része a félelem útján jár. Pedig járhatna a hit útján is. Járhatna a hit útján is. Ahhoz Krisztus kell követni. Ahhoz az Isten beszédének kell engedelmeskedni. Az Isten igényét kell befogadni. De a kettő együtt nem megy. Amikor a hit útján jársz, akkor is megtámad a félelem. De Isten megerősít, hogy ellenálljanak. Álljatok ellen, és el fog futni. De nem fogsz bekerülni a félelem uralma alá. Ha az Isten uralma alatt vagy, ott nem tud más uralom létrejönni. Ott a félelem uralma nem tud létrejönni. De amikor a félelem útján járunk, akkor a félelem uralma kezd kialakulni az életünkbe. És elkezd diktálni. És a döntéseink már a félelemből születnek. Néha ez annyira döbbenetes, a Bibliában olvasunk jó olyan történetet, Illés egy ilyen ember volt, aki a hitnek az útján nagyon erős ember volt. Fantasztikus természetfeletti dolgok történtek a Biblia tanúsága szerint, de egyszer volt egy kihívás, amit nem tudott jól lekezelni. Jött egy üzenet, ami egy halálos fenyegetés volt, és ezt az üzenetet nem tudta hittel lekezelni. Abban a pillanatban befogadta a félelmet, és elkezdett a félelem útján járni. A hittek a ma nagy embere. És már is nem offenzív volt, hanem defenzív. Már is nem bátor volt, hanem visszavonuló. Menekülővé vált. És egy depresszív, egy meg akart halni, egy totális sötétség alá ment. A félelem az beborít sötétséggel. Az depresszióvá teszi az embert. És mindaddig ebbe az állapotban volt, még nem kapott mennyei segítséget, és visszatért újból a hitnek az útjára. Tehát ez egy olyan széles téma, hogy még csak a bevezetőt mondtam el, pedig már az időnk is lassan lejár. De Jézus arra tanít bennünket, hogy járj a hitnek az útján. Járj a hitnek az útján. Jó dolog a hit útján jár. Ott az Isten szeretete kiűzi belőled a félelmet. Ott a hit az nem ad helyet a félelemnek. Még ha néha meg is legyint, néha kísértésként megjelenik, de ellen tudsz állni a mennynek az erejével. Járj a hit útján. De a hit útján kell, hogy megkapd ajándékba hitet, ezért imádkoznunk kell, és legfőképpen kell, hogy hallgasd az Isten beszédét, mert ez hozza létre benned a hitet, az Istennek a beszéde. És amikor a hit ott van benned, akkor kiűzi, és nem ad helyet a félelemnek.
és ne beszéld a félelem nyelvét. Állj le a félelem nyelvével, és beszéld a hitnek a nyelvét, a hitnek a beszédét, ne a félelem beszédét. A hit beszéde van egy kihívás. Az azt mondja, hogy bár nem tudom, hogy hogyan fogjuk megoldani, de én bízok az Istenben, és megígérte, hogy segíteni fog. Ez a hitnek a beszéde. Amikor a félelem beszédét mondod, jaj, mi lesz velünk? Hogy fog alakulni? És akkor a feleség gyötri a férjet. Csak mondja, mondja egy órán keresztül az aggodalmait. És a férfi, ez is, ha megjelenik a félelem, az még borzasztó. Az még borzasztó. És a félelem beszédei belesüppesztik az embert egy negatív állapotba, egy lebénult állapotba, már nem tudja lekezelni helyesen és jól azt a kihívást. És ami nagyon döbbenetes dolog, amit a Biblia tanít bennünket, a Jobb könyvében azt mondja, amitől féltem, az lett nekem. És ez a legdöbbenetesebb. Amikor a félelem beszédeit szóljuk, bevonzuk azokat a démonokat, akik meg is valósítják azt, amit mondunk. Viszont amikor a hitnek a beszédeit szóljuk, az a mennyt aktiváljuk arra, hogy megcselekedje a mi hitünk szerint azokat a dolgokat. És ezért nagy felelősségünk van ebben, hogy a hitnek az útján, vagy a félelemnek az útján járunk. De meg lehet térni abból, hogy eddig a félelem útján jártál, és gyere át a hitnek az útjára. Mert ez megéri. Jól mondok, Kábor? Megéri átjönni a hitnek az útjára. Mert minden más siker üres, hogyha belül nincs rendben az ember. Ha belül nincs rendben az ember. Ezért álljunk le a félelem beszédeinek a szólásából. És talán azzal fejezem be, hogy van egy könyv, amit úgy hívnak, hogy a Biblia, ami tele van bátorítással. Ami egyszerűen, hogyha olvasod, olyan bátorítások vannak benne, mikor megtámad a félelem, ezek a bátorítások segítenek, hogy ellen tudj állni. És megmaradj az atyának a biztonságában. Csak egy-kettő ilyet hadd olvassak föl nektek. Fölírtam itt még, hogy milyen félelmet van, de ebben már nem akarok belemenni. Inkább, hogy milyen bátorítás van a Bibliában is. És ahogy beszéltük a hit útja, beszéltük, hogy a szeretet kiűzi a félelmet, a hit az, ami kiszorítja a hitet, vagy a félelmet, a Jézus Krisztusba vetett hit, és Jézus Krisztus az, aki meg tud szabadítani minden típusú félelemből. De ezen túl tele van a Biblia olyan bátorításokkal, amit hogyha befogadsz a szívedbe, nem fogsz félni. És az a helyzet, a Biblia azt mondja, hogy bátorítsátok egymást minden egyes napon. Tehát képzeljétek el, a bátorítás az egy olyan dolog, hogy minden nap be kell vennünk egy gyógyszert belőle. Ez nem fizikai gyógyszer, hanem minden embernek minden nap egy-két bátorításra szüksége van. Tudtátok ezt? Elérünk enélkül is, de sokkal jobban tudunk előre menni, hogyha megkapjuk a bátorításnak a dózisait. És egymástól is, legfőképpen Isten igéje az, ami föl tud téged bátorítani. És csak felolvasok egyet, a 91. Zsoltár, fantasztikus, azt mondja, aki, tehát ez aki, ez így kezdődik, az azt jelenti, hogy bárki. Tehát te is beleilleszkedhetsz ebben. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Ugye árnyékában ez a tyúkanyó képe van itt, amikor a befedi a szárnyaival, és a csibék oda menekülnek. Ezt mondhatja az Úrnak. A hit útján fontos, hogy kimondjuk az Úrnak. Mit mondunk? Oltalmam, váram, Istenem, szabadítom, akiben bízok. Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől, ezek különféle betegségek. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel.
a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, betegségektől, sem a délben pusztító ragálytól. Valaki meg van kötve a betegségtől, hú, én biztos rágott ezek a nagyapám is az volt, és akkor egyfolytában ebben a félelemben él. Én olvastam valaki, hogy még a mellét is levágatta, mert a család tagjainak nem tudom hány százaléka. Borzasztó, ez mind a félelem által motivált dolgok. Nem erre vagy elhívva, hogy hitre jár, és a hit téged erőssé tesz. A hit téged bátorrá tesz. A hit téged felszabadít, hogy azzá legyél, akinek az Isten teremtett téged. És azt mondja, nem kell félned a rémségektől. Ha ezren esnek is el mellette, tízezren jobb kezed felől, akkor sem ér el téged. Micsoda ígére? Ha bízol az Úrban, ha hitnek az útján jársz, ha ezren is megbetegszenek, tízezren jobb kezed felől, hozzád akkor sem ér el. Akik a háborúban voltak, tudom, volt egy bácsi, egy református bácsik, egy élő hitű ember volt, elmesélte a sztoriait, azt mondja, én ezt az igét tudom, én megéltem kinn a fronton. Én megéltem ezt, annyira bennem volt, hogy Uram, én benned bízok, én hiszem, hogy túlélem ezt a háborút. Azt mondja, ezren estek el, tízezen, de én hazajöttem. Én az unokáimat is megláttam. Azért, mert én a hitnek az útján jártam. Fantasztikus. Mert az Isten igéje működik. Az Isten beszéde működik. És nem felejtettem el ennek a bácsikának az élő hitű bizonságtételét. Ha az Urat tartod oltalmadnak, kit tartasz védelmedül? Azt mondja, az Úr, az Urat tartod oltalmadnak, felséges hajlékodnak, nem érhet téged baj. Nem érhet téged baj. Miért? Mert ezt a kisfiam is tudta, ott van az apja mellette. Nem érhet téged baj. Ha te mennyei atyán ott van melletted, nem érhet téged baj. Hiszen ő a legnagyobb, a világ mindenség ura, teremtője, fenntartója, megváltója, gyógyítója, szabadítója. Nem érhet téged baj. Micsoda bátorítás. Sátrathoz, ma azt mondanánk a házadhoz. Közel sem férhet csapás. Én még az autómra is kitettem ezt. Ott van, kinyitom az ajtót, egy ige, és az angyal egy tábort járnak az őt félők körül. És nincsen baj az autóban. Ha nyitva felejtem, akkor sincs baj. Ha csúszik az út, akkor sincs baj, mert az angyalok tábort járnak. Most Debrecenben 12 óra alatt értem haza, este 8-kor indultunk, reggel 8-ra hazaértünk, ez kb. Másfél órás út szokott lenni, de nagyon nagy ítéletidő volt, de ott volt ez az ige, és megemlékeztem, Uram, megtartasz bennünket. Hát hosszú ideig kellett tartani, de sikerült. Mert megparancsolja angyalaitnak, jó, most jön ez a szakasz, ez van két az autóban, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Rám vigyáznak, képzeld el. És én ebben biztonságban vagyok. És biztonságban vagyok. Ha én volt már egy-két éles helyzetem, évente 80 ezeret megyek. Volt olyan, hogy az autópálya belső sávjában megcsúszott egy tranzit, és csak én észreveszem, szembe fordult velem. És én olyan 140-150-nel csambogok az autópályán, és szemben van két lámpa. És tudod, mi történt? Mire odaértem? Tovább csúszott, én szépen el tudtam menni. Tovább csúszott, pont annyi hely volt, hogy jön a korlát, meg az autó között elfértem. Pedig egyszer csak azt láttam, két hatalmas lámpa, még ráadásul reflektoron ment, szembe áll velem az autópályáról. Tudod miért? Mert megparancsolt az angyalaival. Mert én belehelyeztem magam ebbe az ígéretbe. Mert én tudom, hogy ki az én mennyei atyám. Mert én fogom az ő kezét. Mert én bízok benne. Én a hit útján járok. És ő pedig megteszi a maga részét. Én megcsinálom az enyémet, ő megteszi a magáét. Ez egy ilyen együttműködés. És ez egy fantasztikus együttműködés. Az Isten és az ember együttműködése. És azt mondja, vigyáznak rád minden utadon. Kézen fogva vezetnek téged. Igen? Kézen fogva, hogy meg ne juss lábadat a kőbe. Vagy a korlátba. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom őt, mert ismeri nevemet. És figyeljetek, lehetne sorolni. Azt mondja a Biblia, hogy a gyávák nem öröklik Isten országát. A gyáva meg a bátor között csak egy különbség van. Tudod mi? Mind a kettőt megtámadta a félelem. A bátor legyőzte, megtanult Jézus Krisztus által győzelmet venni a félelem fölött, ezért lett bátor.
a gyáva legyőzötté vált a félelem által. De nem erre vagy elhívva. Hanem arra vagy elhívva, hogy megismerd az Isten szeretetét. Arra vagy elhívva, hogy az, ami történt a kereszten, a te életedben is működjön. Arra vagy elhívva, hogy az ő hatalma bejöjjön az életedbe, és megtanítson téged a hit útján járni. És meg fogsz tanulni. Nekem is kellett tanulni ezt, hogy mit jelent a hit útján járni, de mindenki meg tud tanulni. Mint ahogy a gyerekről el se képzeljük, mikor a botladozik, kékzöld, koltos lesz, mikor tanul járni. Eszünkbe se jut, hogy ez a gyerek nem fog járni. Kicsit megvigasztaljuk, stb. Lekezeljük a kékzöld foltjait, de biztosak vagyunk, hogy fog tudni járni. Na, a hit útja ilyen. Ugyanúgy beléd lett teremtve, hogy te fogsz tudni járni a hit útján. Csak indulj el, és gyere, megtanítunk téged. Az Isten beszéde megtanít téged, hogy járj a hitnek az útján. És ez kiszorítja a félelmet. Mert Jézus Krisztus legyőzte a félelemnek a forrását, a gonosz szellemeket. Legyőzte, hogy te szabad legyél. Hogy ne egy bekorlátozott ember legyél, hanem tágas téren mozog. Szabadságban lévő ember. Aki nem fél az emberektől, nem fél a jövőtől, nem fél a sötéttől, nem fél a holnaptól, nem fél a világ végétől, mert az Atya mellett biztonságban van. Ez az Isten ígének az ajánlata. Elfogadod? Ez a te életedben is működik. Te is járhatsz a hitnek az útján, és most azzal szeretném befejezni, hogy most szeretnék ezért imádkozni.